Nyalő, üdvözletem mindenkinek áldassék a Gyümölcsi vagy Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltán Youtube csatorna. Hát bicsi bocsi, mert hogy így volt, voltak ilyen videók, ez a, ugye a búcsú levél, amikor, amikor egy nagyon szomorú témáról kellett beszélni, ezt, ezt betörtek hozzánk, hát közben itt meg itt el, elhaladnak mellettem, érted? Itt a kis, kis bulvár szemelvényeket, hát nem tudok nektek itt ventilálni, nem tudunk közösen ventilálni, Tényleg csak külditek, 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 van aki ír, van aki már az utcán megállít ezzel kapcsolatban. Szerencsé, hogy a számomat nem tudjátok, mert attól tartok, hogy föl is hívnátok. Na, de még mielőtt belekezdenénk ebben, van egy nagyon fontos dolog, az, hogy december 1 -e a hiveleni küzdelem világnapja volt. Ez múlt héten, hogy lesz ez, hétfő, múlt hét pénteken volt a hiveleni küzdelem világnapja sajtóorganumok közül talán egy volt, aki erről így beszámolt. Nagyon fontos azt tudni, hogy ahogy egyébként általában emberek, akik mondjuk nem tudom hepatitisszel vagy influenzával, vagy coviddal, vagy bármi mással élnek közöttünk, úgy élnek közöttünk hívfertőzöttek is. Na most ez persze nem azt jelenti, hogy olyan gyakorisággal mondjuk mint egy influenza, mint egy covid, de ez is egy betegség, egy állapot, a, a, amit... Ami, ami Érint, érint, embereket, és én szerintem érdemes lett volna erről egy pár szót megemlíteni. Egy picit azt is sajnálom, hogy, hogy én nem tudtam, ahogy a, a, korábbi években egy olyan érintettel beszélni, aki, aki elmondja nekünk a történetét, de, de az, hogy, az, hogy általánosságban a nagy média is, is hallgatott erről, az tényleg nagyon szomorú dolog, ugyanis Hát a hiv hogyha nincsen felfedezve, akkor abból ézbetegség lesz, az ézbetegség pedig megöl, Tehát ez egyáltalán nem játék. Most már nem arról van szó, mint korábban, vagy mint régebben, hogy, hogy, hogy az, aki ezt elkapja, az biztosan belehal. Sőt, most már elképesztően jó esélyekkel lehet ezt túlélni. De a védekezésre szeretném felhívni továbbra is a figyelmet, mert tudom, hogy zokni a lábat, most meg húzzon a gumit farkára, tudod, ki. Oké, okay, de hogyha mégiscsak a mérleg serpenyőjére tesszük ezt a két dolgot, hogy fölhúzod azt a bizonyos gumit, vagy veszélyezteted magadat és esetleg az életedet, vagy csak az egészségedet, akkor azt gondolom, hogy, hogy kisár ez a boldogságért. Na, a másik pedig az, hogy most már teljes gőzzel van az karácsonyi étlapunk az étteremben, Úgyhogy gyertek, foglaljatok hozzá, várunk titeket sok szeretettel. Na de csapjunk is bele a videóba, ha igazi gyökér vagy, akkor azt fogod most a, a komment hogy innentől kezdődik a videó, ezeket úgy is kitörlöm, és ha már többször csináltál ilyet, akkor le is tiltalak. Ez, ez az, ami már nekem a, hogy mondjam, az inger amikor van valamilyen jótékonysági felhívás, vagy valami az elején, és azt írjátok oda, hogy valaki azt ír, valami gyökér azt írja oda, hogy hogy innentől kezdődik a videó, akkor azt gondolom, hogy nekünk nincsen dolgunk egymással. Na, de tényleg az van, hogy elszaladtak mellettem a történések, és tök vagytok, hogy, hogy ezzel kapcsolatban kerestek és írtok, de hát nem mindig tudok én sem mindenre foglalkozni. De most összeszedtem egy csokorba, és ki tudjuk ventilálni, úgyhogy tessék előkészíteni a szokásos dolgokat. SANAX Frontin WBK, vodka bomba kataflám, és akkor kezdjünk neki, jó? Szép sorjában, nyugodtan, mintha a lovat dugnánk, ahogy ezt édesapám szokta volt mondani. Klausom nyert a Dancing with the Stars-ba. Hát először is szeretném megjegyezni, hogy az idei Dancing with the Stars egyébként szerintem kiemelkedő táncosokat produkált, mert ugye a celebek közül teljesen jogosan állt az a három srác, aki a végén ott állt. három, egyébként nem csak az évad, de általánosságban a műsor történetének legjobb civilje is voltak. Mm, ez nyilván az én véleményem, de de na, tényleg nagyon ügyesek voltak. Tehát én Elképesztően kellemeset csalódtam bennük. Féltem attól, hogy a Danika vagy a Marics esetében, mivel hogy bizonyított tény, hogy többnyire a csajok szavaznak, ezért majd mondjuk a Sárm, meg azért mondjuk majd a, a nem tudom, a, 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 az ő média perszónájuk el fogja vinni a, a szavazást, nem biztos, hogy ez nem így történt, de az nagyon fontos, hogy így viszont sokkal szívesebben Mondom ezeket a dolgokat, és sokkal szívesebben hajtok fejet, mert tényleg volt teljesítmény. Tehát itt tényleg egyébként nagyon-nagyon jókat táncoltak a srácok. Hát, hogy a Krauszomnál pedig egészen más miatt ő, került háttérbe az ő tudása. Minden gyomorforgató húzásával együtt gondolom azt, hogy ez a műsor korrekt volt, és, és teljesen érdemes volt lenyúlni az RTL-től. No, tovább megyek. Én azt gondolom, hogy a, a TV2 jobbat csinált, mint az egykori piacvezető ebből a formátumból. Mindig azt szoktam mondani, hogy persze a kereskedelmi csatornák közül az, hogy nyúlunk egymástól, az egy ilyen bevett szokás. Az, hogy ki kezdte vagy a tojás, ezt nem tudom, de csak akkor, ha tudunk ebből jobbat csinálni. És a, a TV2 szombatestiláz az sokkal jobb volt szerintem, mint az rtl Mondjuk azért volt is közöttük majdnem egy emberöltő. Na mindegy, de hát emberileg azért úgy látszik, hogy még mindig van hova fejlődni ezen a csatornán. Nem tudom, hogy, nem tudom, hogy ez így a Róna utcának a, a, a biloga, vagy ez így a Róna utcának í, így nem tudom azt sem pontosan, hogy Szente Vajka királyi tévénél szokta meg, hogy tükörsimára kell nyalni a seggét a vezérlőben ülőknek, vagy, vagy tehát nyilván azért, hogy ugye egy, egy, újabb évadot kapjon, vagy esetleg ezt már így a kereskedelmi tévébe jött rá a büfébe, hogy ezt így kell csinálni. Minden esetre figyelj, azok a gátak tükörsimák lettek apukám. Hát mutatom, tehát az alábbi mondat hangzott el barátunktól. Van egy csatorna, ami fölmeri vállalni, hogy kultúrát mutat szombat este és én azt látom, én a színházból jövök, az nem jobb vagy rosszabb más világ. De azt látom, hogy ebben a nézőért folytatott versenyben sokszor egymás alá licitálnak csatornák, egyre mélyebbre mennek, és lehet, bocsánat a szóért, kanapé huszárkodni, vagy legóból építeni valamit, de mi itt táncot csinálunk szombat este, és a reményem három irányba van. Az egyik, hogy idejönnek ezek a srácok, és föltesznek, kockára tesznek valamit a tehetségükből, azért, hogy kultúrát mutassanak a nézőknek, van egy csatorna, ami ezt bevállalja, és vannak nézők, akik ezt megnézik. Ez a reményem. Hát igen, amikor az RTL-nek sikerül a két nyomorult műsort összerántaniuk, ami labdába rukhat végre a közpénzzel teletömött TV2 sikerével szemben, akkor minden ember és erkölcsi morált sútba dobva, vajk a köztévé egykori üdvöskéje, gyorsan belerúg a kollégáival túloldalon, meg hát azokban a nézőkbe is, akik esetleg azt merészelték választani. Haj, vajk, vaj. Hát euh, én azt gondolom, hogy erre egyébként szerintem nem kértek. Tehát a legtöbbször azt látjuk, hogy akár csak mondjuk a politikában, a, a, a kormány, a kormány nyalók, azok, azok általánosságba véve, ők nincsenek megkérve erre a feladatra. Tehát ők csak ilyen, ilyen általában túlbuzgóságból és saját, hogy mondjam, önszorgalomból teszik meg ezeket. És itt én is azt gondolom, hogy hát nem csak önszorgalomból, hanem önérdekből is sikerült ezeket a mondatokat vajknak élő adásban a száján kiejtenie. De hogyha mégis megkértek, és te ezt elmondtad, akkor ott a baj az, az nagyobb, mint amit gondoltunk a TV2-nél. A véleményem szerint az, amit te értéknek nevezel, például ugye, hogy a tapolcai könnyező Madonna enyelgését beletoltátok az adásba a későbbi nyertes szemelátára, aki nem mellesleg a megcsart eh, ex is volt, Hát, hogy is mondjam, inkább építek én legót a puskás Petivel. Mellesleg hozzáteszem, hogy a legózás már közel sem gyerekjáték, közel mondjuk 200 ezer forint egy kurva loxfortos kastély, és miért neki PSD kell ahhoz, hogy kiragd. Itt, amit láttok egyébként mögöttem, az pont szerintem ennek a műsornak a hatására Patrik belekezdett ebbe a hobbiba. Elképesztően cukja, hogy csinálja. Tényleg én én, én vállaltan nem értek ez a dologhoz. Ő viszont nagyon leköti, és, és ő például ennek a műsornak köszönhetően talált magának egy olyan hobbit, ami ennek nyilván kurva drága, de legalább leköti, érted? Úgyhogy kinek mi az érték? De persze választhatta volna azt is, hogy összeszűri a levet egy táncossal, elmegy vele dugni, elválik tőlem, ezt élőadásban utána táncol választottam volna ezt is, de ő maradt a -e legónál. Hát na, hogy mondjam, milyen maradiak vagyunk. De az a lényeg, hogy végre nem trash. Valami, ami szórakoztat, nem trash, nem kell feltétlenül ugye ö, embereknek a, 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 a dolgaiba ilyen mélyen belemenni. Egyszerűen csak építőkockákkal ö, szórakoznak és, és, és abból teremtenek. Szerintem ez tök korrekt. Szóval vajk, like, ha a segnyalás feltétele, a, a feltétele annak, hogy közel maradj ahhoz a bizonyos fazékhoz, hát akkor szeretném jelezni, hogy tulajdonképpen te nyakig pörköltös lettél apukám, nincsen ezzel baj, én is nagyon szeretem a pörköltet, a kedvencem a pacal, bármikor lehet bevinni az étterembe, elteszik nekem hűtőbe, fagyasztóba, imádom, szeretem, de a vajk esetében azt gondolom, hogy jövőre is meg fogja kapni a, a, gázit az adónkból, úgyhogy nem kellett tőle egy pillanatig se tartani, ügyes voltál. -e? csak egy közben mondjuk elfelejtettél embernek maradni, de nem baj, úgy látszik, mondom, hogy ez, ez a TV2-nél szokás. És hát igen, a Krauszom az végül nyert, Gabi nyert, jó nagyokat, és most itt arra gondolok, hogy nyilván a győzelem után. A bulvár sajtó konkrétan második eljövetel stílusban számolt be arról, hogy hát a vajákos asszony gratulált a, a Krauszonnak. Hát micsoda gesztus mutatom. Szeretnék gratulálni Krausz Gábornak és Mikes Annának, hogy mi megnyerték a Dancing with Igen, the mi stars. Is. Hogy... Igen, mindez tegnap történt. <laughs> Így van. Így van, örülök, hogy. Te is mehetsz, Tilla, Mm -hmm. Hát gratulált, hát persze mondjuk azt a kis mondatot a végén, amit igaz rábeszéltek, de azért érdemes, érdemes azt meg, meg, meghallgatni, és nem kellene, hogy elkerülje a figyelmünket, hogy hát bizony ő is hozzátettehez. És én elkezdtem gondolkodni, hogy hát vajon mire is gondolhatott a költő a két herendi hamutállal a fülében és a vámpírölő feszülettel a nyakában. Tudjuk, Gabi, hogy keresztény, vagy ha hát mindenki tudja, esetleg nem tudnánk, hát akkor mindenképpen kell egy méretes kereszt a nyakadba, hogy, hogy ezt ne felejtsd. El. hát csóronak a fülcimpáimban, meg már a bokáig értek. Nem tudom, hogy ki adta a fülébe tényleg ezeket a, a hamutálakat, de na, mindegy, ö, szegény Gabi. Ö, igen. Hol tartottam? Ja, igen. Tehát tudjuk, hogy hisz az, hisz az Istenbe, azt is tudjuk, hogy szereti a fele barátját, most már azt is tudjuk, hogy hogyan vettük. Na de mire is gondolhatod, hogy miközben már a táncos fiúval is reszelt, meg a Krauszommal is, akkor így cserélhetődtek ilyen kis, ilyen kis táncos gének esetleg, és akkor így a Krauszom... de perverz baszki. Vagy hogy a Krauszom bosszúból táncolt, aminek Gabi lenne a kiváltója, az origója, a katalizátora? esetleg, hogy annyira utálják az emberek Gabit, hogy megnyerették a Krauszommal. Ez mondjuk egyébként nem feltétlenül hülyeség, de sajnos ezt sose tudhatjuk meg. Minden ahhoz biztosan hozzá, tehát, hogy Krauszommal Mártír csináljon, ő és a csatorna is, már pedig azzal, hogy porigalázta. Na de mindegy, ennyit Gabiról. Szeretném itt is megnézni, hogy bármit mondhat a Gabi, és bárki bármit mondhat. A Gábor Krauszom nagyon ügyesen táncolt, és mind a három fiú nagyon ügyesen táncolt. Tényleg, kellőképpen voltak, szexi kellőképpen voltak, technikások, működött, működött az egész, ez tényleg jó volt, jó volt, jó volt ez a műsor. Nem csak ez a műsor volt jó, és hogyha esetleg vajkhoz eljut ez a videó, akkor, akkor még egy rövid szösszenetet szeretnék mondani az árulókról, aminek még nem néztem meg az utolsó részét, úgyhogy ne írd be kommentbe, hogy ki nyerte és hogy mi történt, mert ma fogom megnézni a videó felvétel után az utolsó részt. Szóval ez a, a a magyarosított verziója, ami egyébként torony magasan nyerte a sávját. Sávját? Sávát? Sávját? Jaj, de hülye vagy, Zsolt, tehát persze, hogy a sávját. Na, de úgy látszik, hogy ez sem volt elég ahhoz, hogy, hogy, hogy ne találjon a csatorna sajnos egy bűnbakot, és nem menesszék több mint 20 év után Herman Péter pierre a, az RTL kreatív igazgatóját. Fura döntése ez, hiszen egyébként a magyar kereskedelmi televíziózás kreatív, egyik kreatív atya, és nem, nem csak az RTL, hanem hogy Álecó Zámer mindené, és Rengeteget tett le az asztalra, és maga a csatorna is rengeteget köszönhet neki, annak az arca is. Tehát azt kell tudni, hogy Pierre nagyjából egyébként élet és halál ura. Tehát ő volt az, aki azt mondta, hogy igen, akkor te innentől kezdve sztár leszel. Egy ilyen sztárcsináló volt. Nem feltétlenül, én azt gondolom, hogy nem mindig feltétlenül skillek alapján, és még csak azt sem gondolom, hogy mindig jó döntést hozott, de hát ki vagyok én, hogy ezt megítéljem mégiscsak ő az RTL, ő volt az RTL-nek a kreatív producere. Tehát akit képernyőn látsz, az tulajdonképpen a Pierre től oda, kezdve Balástól, bezárólag a Szabó Zsófinát, ezzel majd el kell számolnia szerintem a pokolba. De, na mindegy, nem gondolom egyébként, hogy, hogy a Szabó Zsófi miatt rúgták volna ki, bár egyébként azt, na, azt megérteném. ettől függetlenül tényleg rengeteget köszönhet neki mindenki és minden, egy ilyen döntés mögött egyébként súlyos háttérbeszélgetések lehettek, sajnálom, hogy nem lehettem ezeken ott. Mindenesetre az biztos, hogy jóval szegényebb lesz nélkül a csatorna, és egyébként jóval szegényebb lesz egy általánosságban vélni nélkül a kereskedelmi televíziózás, bár nem gondolom, hogy nem maradna iparágon belül. És egyébként fura, de engem is ővet fel, konkrétan az történt, hogy hogy mondta a Patrik, itt ültünk, seggünk kilógott a nadrágból nagyjából, és nem azért, amire te gondolsz, te állat, hanem azért, mert tényleg kijöttem a való világból, nettó 70 ezer forintot kaptam, de volt vagy 500 tartozásom. És mondta a Patrik, hogy hívj már fel, hívj már fel, fölhívtam, behívott kávézni, mondtam, hogy műsorvezető szeretnék lenni, és azt mondta, persze, mindenki műsorvezető szeretne lenni, van egy ilyen kis, kis fura, ilyen kis beszédhíve, extra cuki. És akkor és, és, mondta, hogy valószínűleg nem leszek. De dolgozhatok az RTL-nél. És egyébként minden onnan indult, tehát mai napig az, hogy vágok, tudok vágni műsor szerkesztést, amit ott tanultam meg, úgyhogy tulajdonképpen az, hogy van a Youtube-on, ahhoz is köze van a PR-nek. Na, a műsorvezető nem lettem, de legalább kidolgozhattam a belemet a cégért, ez is valami. Szóval, tényleg vissza az árulókra, így a ripier után, hasított, és nem véletlenül, mert hogy új volt. Tehát nem, nem sózták el századjára az ételt, vagy gyújtották fel magukra a konyhát, nem törtek gitárt, nem kurtak a nyugi szobába. Friss volt és ropogós, de ami még fontosabb, hogy látszott a készítőkön, hogy ezt élvezték csinálni. Tehát látszott benne tényleg az, hogy végre valami új, végre, végre, végre vannak bele, benne új kitalált dolgok, és be lett az bizonyítva, hogy különösebb tres, intrika, dráma, dráma az egyébként volt benne, de hogy. Tehát ennélkül is lehet olyan műsor gyártani, ami megállja a helyét. És hogyha az RTL kijelölne egy ilyen irányt, és így és hogy azt mondaná, hogy akkor legyen -e ez, tehát a 20 évig megteremtettük a mocskot, a szart, amivel dagonyázhattál, megtartunk ebből, mert nyilván kell, mert hát azért mégsem lehet, mégsem lehet az, hogy, hogy izé VV Heurékát ne csinálja meg fényes nappal a medence szélén VV Özséb, tehát hogy mindenképpen, mindenképpen kell valami, de, de hogyha ezt az irányt jelöli ki az RTL, és marad ennél az iránynál, akkor azt tudom mondani, hogy, 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 hogy hála az Istennek, tehát végre, végre, valami. Tényleg az van, hogy hosszú idő után az első műsor, amit ugyan streamen, de, de megnéztem, végignéztem, nem vettem a kezembe a telefonom, lekötőt, sőt gondolkodásra bírt, és bele is képzeltem magam. Egyébként a, a készítőknek a feje, az, az pont az a Pali, a Nyári Gábor, aki az utolsó éveimben együtt dolgoztam vele, és egyébként rengeteget tanultam, és hát azért így látszanak így a, a kézegyei. Szóval a műsor az több, mint korrekt, és nekem az a fricska is tetszett, hogy az Árolók című műsort az Árpa Attila vezeti, aki, mint tudjuk, anno az én nem 30 ezüstér, de egy könyvvel árulta el a csatornát, rúgta össze a port, és hát volt ő persona non gráta. De hát ilyen a biznisz, látjátok, hogy a lényeg, hogy a végén csilingeljen a kassa. És hát maradva az RTL-nél, a Starbucks kapcsán extrém sok üzenet, megjegyzés, komment és minden egyéb jött nekem. Mert hogy a Bence kirakott egy kollást, ugye ez úgy történt az elején, hogy a Ráci nyilatkozta, hogy már nemzeti ügyként tekintenek az ő szimpatizánsai és kommentelői arra, hogy megveri a Bencét, erre a Bence pedig ö, reagált egy ilyen kollással Instagram sztoriban, ahol hát bizony volt egy ilyesmi, hogy, hogy verd meg azt a törpe cigányt vagy valami hasonló. Ezt a Jenő túl reagálta a Bence, ö... most így gyorsan elmondom nektek, hogy akkor, akkor így mindenki értse, tehát mi volt, Bence kirakta a Jenő túlreagálta, a Bence nagy képű a Jenő nyert, az RTL csal, de aztán egy bölcs szeretett teljes gesztusnak, nem, nem az RTL PR köszönhetően, egy közös fotóval nyugtázták a kibékülésüket. De ugye elegem van az komolyan, tehát hogy már egy jó cigányozós, buzizós, felháborodós videót sem lehet csak úgy csinálni, Gondolod, egy csóró mérőverát is, hát hogy megizasztották, hogy most aztán kihez álljon, mit mondjon, hogy mondjon, szerencsére sikerült, tehát azért ki tudta magából préselni a vera a nagy igazságot, de, de gondolom azért most neki is, hát most most, 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 most hogy kibékültek, hát érted, elveszik az ember kenyerét, érted? Tele is voltunk ideggel. Na hát mindegy, szóval véletlen, hirtelen felindulásból kibékültek, érted? Szerintem egyébként sokan kérdeztek erről a véleményemet, de így, hogy kibékültek, meg így, hogy egyébként ennek már vége most olyan fura, csak az elmúlt héten nem volt videó, bocs, de akkor, akkor még lehúzok erről egy bört. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy Bence nem találta erősnek a cigányozást. Jelzem, hogy a tévében, a színházban, a médiában azért jóval magasabb az inger küszöb, tehát hogy sok mindent gondolnának már ott rasszizmusnak, ö, ö, antiszemitizmusnak, metoo zaklatásnak, stb. Egy külső szemlélő, ami egyébként ezeken a helyeken teljesen normális természetes, mondom, sokkal magasabb az inger közep. Az, hogy ez jó vagy nem jó, ezt mindenki döntse el maga, vagy legalábbis az döntse el, aki ebben a helyzetben ez, e, van. Na, szóval, hogy, hogy igen, a, 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 Bence elkúrta, levette, a Jenő rákapott a dologra, meg is lovagolta, a Bence bocsánatot kérde, de mivel ugye a végén volt egy de, hogy hát a Jenőnek sem kéne azért ezt túltolni, azért szerintem a bocsánatkérés az, az itt, az itt vált. Tehát, hogy, hogy egy bocsánatkérésnél nincsen de. Pláne nem egy ilyen helyzetben, tehát euh, Bence mindegy, ettől függetlenül ő, ő, ő hozta be ezt a trash talkot, ami egyébként állítólag a boxnak a velejárója, én ettől engem mindig a hidegráz. Ez, ez a show ellen, meg ez az akármi, én ezt nem tudom, hogy ez minek kell, de biztos kell. Ez egyébként is rontott az ő imidzsén, Jenő elvileg csúnyákat mondott rá a ringben, aztán... Megverte ö, őt, nem tudom elképzelni egyébként továbbra is, mondom, hogy olimpiai pontozók eljátszák a renoméjukat egy szoros kereskedelmi tévés műsor miatt. Tehát igen, a Jenő nyert, a Benczus nagyon rápörgött a boxra, ezt ő nagyon nehezen viselte, aztán amikor tudatosult mindenkiben, hogy a kenyéradójuk faszával verik a család, jó gyorsan kibékültek. Mi ebben a tanulság? fogalmam sincsen, csak így próbáltam összefoglalni esetleg egy barlangban élni, és nem tudom, a rácienő és a mi volt a másik, hogy Istenes Bence rácienő tengelyen nem, nem tudod hol elhelyezni magadat. Én tartom azt egyébként, hogyha valaki cigány, akkor azt ki lehet mondani. Itt a jelzőkkel lehet a gond vagy önmagával a szándéka, azt is ki lehet mondani, hogyha valaki egy kancsó, na most a két srác esetében nem tudom, hogy ki a cigány és ki a buzi, vagy egyáltalán Hármelyikük az-e, de nem is érdekel, de az tény, hogy ertéles arcként erre viszont jobban figyelni kell. Jenő nagyjátékos volt, rafkós volt, Bence konkrétan saját maga rajzolta fel a fejére a célkeresztet, és hát az íjat is a Jenő kezébe adta, úgyhogy ekkora vihar a biliben ez már rég volt, azt gondolom, hogy a nézettségnek ez nagyon jót tett, mindenkit ezt tartott lázba egy hétig, hogy hát győz a vélt, vagy valós igazság, elvileg győzött, úgyhogy... Ő, mm, ja, Uh, az biztos, hogy a Bence Béna volt, de tuti, hogy nem rasszista, aki járt már az RTL közelébe, az pontosan tudja, hogy, 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 olyan ott nem él meg. Tehát 5 méterenként van egy zsidó, egy cigány, egy buzi, ilyen ez a világ. Hol vannak már, hol vannak már azok a citja magyarok? Na mindegy. Uh, és ha még box, az gyorsan elmondom, hogy Kajdi Csaba kihívott boxolni. Hát az öreg Cilla húzogatja az oroszlán bajszát, megnyugtatok mindenkit, hogy csak a bajszomat. Uh, de akkor itt szeretném a múltba veszett emléket így, így felidézni mi szerint, hogy nekünk van már bunyós előéletünk a Cilával, hiszen amikor indult az egy kalapén, akkor még volt egy ilyen kiegészítő, hogy egy kanapén kívül, és akkor mit tudom, ott elvittem kukázni, utcát söpörni, a, a kajdi csabit meg tájboxolni vittem. Hát kb. összepisítjük magunkat a nevetéstől azon, ami ott történt, de ami a legfontosabb, hogy amúgy minden a viccnek a, a, a fele igaz, de, 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 de ha Csabival nem is, bár szerinte én dagadtabb vagyok nála, és jó, pehely súlyban lenne, mindegy. Idős a néni, elfogadjuk neki, szóval ha Csabival nem is fogok boxolni, de azt azért fontos tudnotok, hogy Patrik tulajdonképpen már bárkivel összeeresztene, amióta meghallotta, hogy mennyi a gázsi nem anyagias, egy pillanatig sem, ilyen a jó férj, engem küld előre a pofonok, ő meg majd kiszámlázat nálunk ez a felosztás. Hát nem egy tündér, úgyhogy még, 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 az is lehet, hogy, hogy nem tudom, láttok egy jó Zámbó Krisztián Osvárd Zsolt, vagy Patriknak ez a víziója, egy jó Zámbó Krisztián Osvárd Zsolt, vagy Király Viktor Osvárd Zsolt. Hát az a baj, hogy ez már nem box, hanem inkább szumó lenne. Meglátjuk, hogy, 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 hogy mit hoz. Én ezért féltem ezt a pofit, úgyhogy tulajdonképpen már csak ez maradt nekem. Na, Jaj csak egy gyors félmondat a kulcsa Redina újra fizetős lett, tehát állítólag két rugó egy hónap. Há Hát, hol vannak már, ugye? Azok a dubai tarifák, azok már a múlté? Ja, hát le, lejjebb kellett adni, de a nézhetsz egy valóság, sót aggódhatsz a GVM mentális állapota miatt, mondjuk, ahogy elnézem, van is miért. Eddin a kökemény itt láthatod, milyen hányavetett és elképesztően nehéz élete van. Állítólag volt valamilyen dolog is, ahol túltolta a GVM, és néztem a cikkekben, hogy hát Márkóc az kicsit, kicsit túlment egy határon, és hogy az már-már a bántalmazás a súrolja. Én nem tudom, mert nem láttam, de hogy állítólag van ott minden, mint a búcsúba. A lényeg és a legfontosabb viszont, hogy ott vannak a puják, a gyerekek, érted? Ja, legalábbis a közös az mindenképp, hogy vonza az előfizetőket. Abból van a zseton, érted? Hát bárcsak nekem is lehetne már örökbe fogadhatni. Hát keresném magam, egész nap itt táncoltatnám live-ban, elfárad, megverem. Majd megtanulja a kisasszony, hogy mi a magyarok istene. Nem, majd te, mi hogy van, majd persze, majd kapja az iPhone-t, a rollert, meg kapja a Playstation-t, na nem, nincs ilyen, le, tessék megdolgozni érted, úgy látom, hogy ez most talában nagyon megy. ha eddig nem kurtad fel magad, akkor a végére hagytam a legalját, a mocskot, az online fekáliát, hogy úgy mondjam. Egyébként már nekem is derogál erről beszélni, mert azt gondolom, hogy ez tényleg az alja, Viszont, viszont ahogy Puzsé Robert, aki egyébként belém állt, majd lehet, hogy csinálok erről videót, Egy édes Robi. Szóval, hogy ő mondta, hogy, 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 nem lehet az, hogy elefántcsontoronyba vizionáljuk magunkat, és, és tehát ahhoz, hogy valamiben változást érjünk el, ahhoz le kell gázolni a mocsárba, megteszem. Norbert, a transvestita szörnyeteg, aki az interneten csak Norinának hivatja magát, feltehetőleg internetes csalást követett el, legalábbis hát ezzel jelentettem fel őt a minap. Szerintetek? Így néz ki az, aki Dubajban nyaral, meg repülő, meg látodok a dohányból? Hol láttál? Mondd már el! Hol? Börtönbe voltam, szólnokra szállítottak. Most is utaztam taxival haza. Küldd el a képet, mutasd meg, hogy hol láttál a reptéren. Ez a lény heteken át hazudozta a követőinek, hogy börtönbe kell vonulnia, hosszabb idő lesz, másfél évet mondott, és nem elég a szokásos párbajnak álcázott modern koldulás, amit ezek a semmire kellők a TikTokon csinálnak, nincs kivétel, tehát aki ott pénzt gyűjt párbajba, és nem tudom, és figyelj, nincs. Tehát az, az tényleg a legalja. Ennyire kiülhetnél a Jászai Maritér egy megdonátszos pohárral az aluljáróba, de hát ott holom mégis a kényelmesebb. de mindegy, Szóval Lex Norbert bizony megvezette a követőit, közöttük egyébként gyerekeket is, és pénzt kért tőlük a magánbank számlájára, hogy elviselhetőbbek legyenek a börtön évek, és hogy ezt segítsék segítség az ő bevonulását. Hát mi ezzel a baj? Hát ugye azért ez mégiscsak egy csalás. Többek között ugye ráadásul fiatal vagy kiskorúak kellene elkövetett, amit ráadásul úgy oldottak meg, hogy vannak olyan gyerekek tudomásom szerint, akik a szüleik kártyájáról, vagy szüleiknek a, a, az apjára. Én nem tudom, hogy, hogy, hogy a tökönbe tud belépni a gyerek a mobilbankjába valakinek, de hogy befüzettek, meg bementek a bankba, és befizettek a, a, a ennek, a, ennek a, a marhának a számlájára pénzt, úgyhogy... Nyilván nem kéne ezen meglepődni, hogy volt ő már, hiszem, rákos szexelt már élőadásban, fel is gyújtotta magát, sajnos nem eléggé, most már ezt kell, hogy mondjam, de ez azért mégiscsak konkrétan büntetőjogi kategória. És hogyha ezek az emberek, tehát hogy itt tényleg bebizonyosodik, ugye az, tehát az a része, hogy ő, hogy ő, 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 ő internetes csalást követett tehát az ott van, ő live-ban kéri az embereket, hogy erre a bankszámlára utaljanak pénzt, mert ő börtönbe fog vonulni szintiszta hazugság, sehova ö, ö, nem vonult, tehát az eddig eljutott bizonyítékok alapján azt látom, és nyilván hát a rendőrség meg ez pontosan tisztában van, nem, hogy börtönben nem vonul, de még csak tárgyalási és szakaszba, szakaszba se léptek a, az ügyei, többek között, amiért korábban és feljelentettük őket. Tehát ez a barom egyébként két napnál többet nem bírt ki, hogy, hogy a ez, a, ez, a, folyamatos szereplési vágya, ez két napnál többet nem bírt, hogy ne jöjjön vissza az internetre, és ne buktassa le saját magát. Mit tudom én, egy hónapot, ha várt volna, de hát akkor mi nyilván elfelejtik, és lesz más idióta bolond, van ez az ez a, a Irénkének a volt menedzsere, aki nem tudom, jaj, jaj, na mindegy, ezek egy ilyen egy Borzasztó. Na mindegy. Szóval, hogy tényleg két napot nem, nem, nem bírt várni, és bár eljátszotta, hogy elindul a börtön egyik bejárata felé elképesztő alakítás volt, de valójában ott, ott őt sohasem látták, tehát hogy oda nem ment be. Természetesen az épp sejtek nélkül nem várhatunk tőle hiteles alakítást ezzel kapcsolatban, de alapvetően mondjuk a büntetés végrehajtási protokollnak legalább utána nézhetett volna, ha már ekkorát szakít belőle. És ne legyenek kétségeitek, tehát egy milliós összegek, tehát milliós csalásról lehet szó. Tehát tényleg itt heteken keresztül könyörgött a pénzért, hogy az emberek segítsenek neki. Na mindegy, nem mindegy egyébként, de jelzem azt, hogy aki mondjuk ezt elhitt, az meg is érdemli. Ettől függetlenül viszont. Ö, Viszont ez, 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 egy, ez egy büntető ügy, tehát ezzel foglalkozni kell. Nem kívánok hosszasan foglalkozni tényleg ezzel az ügyjel, ahogy korábban is, most is arra búzítanak titeket, hogyha akár tőletek és pénzt tart ki ez a moslék, akkor tegyetek feljelentést, sőt, akkor is bátran tegyetek feljelentést, hogyha nem, hiszen mondom, minden rendelkezésre álló információs bizonyíték megtalálható az interneten. Na, hát tulajdonképpen ennyi volt már a, a, a videó. Megpróbáltam belesűríteni mindent. Um, és az a csodálatos ö, ö, hírem van, hogy, hogy elkészült, és ez is volt a terv eredetileg, hogy valamikor mostanában kitegyük a, az esküvői videónkat. Tehát elkészült az esküvői videó, és az esküvőnkről készült dokumentumfilm is, és ezt hamarosan láthatjátok, ezzel fogok nektek készülni. Találkozunk az étteremben, az sem kizárt, hogy még a héten találkozunk, sőt, hát elkezdünk forgatni, most volt egy kis szünet az egykanapján emlékekben, Hagyjuk, hogy miért de az a lényeg, hogy most újra-újra elkezdünk forgatni. Hát remélem, hogy mielőtt találkozunk legyetek jók. Sziasztok.